A kísérletünkben a sósav és a hipó egymásra hatását fogjuk vizsgálni. Ehhez szükségünk van higított sósavra, egy-egy arányú higítást használni, illetve a boltokban kapható hipóra. A sósavból kevés mennyiséget öntünk kristályosító csészébe. És hozzácseppentünk pár csepp hipót. Ez egy sárkány színű gázfejlődést kellene nekünk tapasztalnunk. Tehát a folyamat során sárgás színű gázfejlődést tapasztalunk.